Újabb járványügyi intézkedéseket jelentettek be a ma délelőtti kormányinfon. A védettségi igazolvány február 15-től oltási igazolványa alakul, ami azt jelenti, hogy hivatalosan csak az lesz oltott, aki megkapta a harmadik oltást, vagy a második vakcinát hat hónapon belül vette fel, jelentette be Gulyás Gergely. Új igazolványokat nem adnak ki, a régiek QR kódjával lehet majd megállapítani, ki kapta meg mind a három védőoltást. Szintén változás, hogy a karanténkötelezettség 7 napra csökken. De öt nap után, ha nincsenek tünetek, negatív tesztel már elhagyható lesz a járványügyi zárlat. Az iskolákban is módosul a karanténkötelezettség, öt napra csökkentik, és csak azokra vonatkozik majd, akik nem oltottak, vagyis az oltott gyerekeknek nem kell karanténba vonulniuk. A januári oltási akciók sikeresnek bizonyultak, így azokat februárban is megtartják, mondta a miniszter. A font továbbá beszámoltak az élelmiszerár stopp részleteiről. A tegnapi kormány döntés értelmében a kristálycukor, az étolaj, a házi comb, a csirkemell, a csirkeforhát, a 2,8%-os tehénte és a búzafinom listára október közepi szintre csökken, és az azt követő három hónapban nem haladhatja azt meg. Ez nem egységes árat jelent, üzletenként változhat, a kormány döntés érvényessége pedig meghosszabbítható.